olasz téma hét van a Lidl-ben, rengeteg kiváló alapanyag, ezek közül csipegettem össze néhányat. Egy kiváló tésztát fogok készíteni, ami nagyon-nagyon egyszerű, és természetesen igen-igen finom. A tésztavíz már fő, úgyhogy alákapcsolok egy serpenyő alá, és a gombákat meg fogom pirítani. Mehet az olíva a serpenyőbe, és megvárom, még tűzforró lesz. Egy kicsit talán azt is megvárom, hogy füstölögni kezdjem. Közben megsózom a tésztavizet. Ha tűzforró az olaj, akkor mehet bele a gomba, laska és csiperke, különböző méretű darabkákra vágra, kisebb és nagyobb, rusztikusra, finomra ágott sonkahagyma, a gombával egy időben, fokhagyma, vékony karikákra vágra, nem szükséges, nagyon-nagyon finomra, és együtt pritom a hagymát és a gombát. A gombát semmi esetre se sózom meg az elején, megvárom meg egy picit megpirul, és csak utána. Mehet a tészta a lobogó vízbe. Most egy picit megsózom a gombát, és jöhet hozzá egy kis fehérbor. És megvárom, még a fehérbor teljes mértékben visszaredukálódik. A tésztát minden esetben 2-3 perccel rövidebb ideig főzzük, mint amit a csomagolás jelöl, ugyanis még ebbe a gombás lébe fogom én tovább párolni, úgyhogy át is rakom, egy csipesszel vagy leszűrjük, adok hozzá egy kanál főzővizet, és ebbe a gombás fehérboros tésztafőzőjébe párolom tovább a tésztát, és mikor majdnem kész, akkor jöhet hozzá egy kis tejszín, és tovább párolom, még egy pici só, és ebbe az isteni krémes közegben tovább párolom a tésztát. Kész is. Leveszem a tűzről, és akkor a provolone sajt egy részét hozzáadom, egy kis finom rágott petrezselymet, és elkeverem, megvárom, még a sajt tökéletes olvat elegyet alkot a tejszínnel. Lehet látni, hogy a sajt be is sűrítette egy picit a mártást. Ezzel elkészült a gombás fettuccini, tálalok. Jöhet egy kis bivaj mozzarella, amit már előzőleg kivettem a csomagolásból, és egy kis papírra raktam, hogy a felesleges víz lecsöpögjön róla, és akkor a mozzarellából tépkedek egy keveset a tányér aljára. És akkor jöhet a fettuccini, csak így, rustik, mindenféle kecmec nélkül, a kiváló tészta, és természetesen a gomba. Még egy kis bivaj mozzarella, hadd olvadozzon a forró tésztára a hűvös sajt, és a végére még egy kis provolone sajt, reszelve, egy kis petrezselyem, friss bors, néhány csepp oliva, és ezennel el is készült a tejszínes gombás fettuccini a kétféle sajttal, provolonéval és bivaj mozzarellával. Tökéletes olasz tészta. Jó étvágyat kívánok!